A Lehet más a politika múlt szerdán tartott utcai akcióval egybekötött sajtótájékoztatót a megyeszékhelyen. Ungár Péter a párt elnökségének tagja és Komlósi Csaba a párt Heves megyei egyes számú választókerületében induló jelöltje mondták el az LMP állásfoglalását helyi és országos ügyekben. Ungár Péter elmondta, gőzerővel folytatják a felkészülést az országgyűlési választásra. Kiemelte, az ország egyik legnagyobb problémája a gazdagokat segítő adópolitika. Az Orbán kormány egy olyan adórendszert vezetett be, ami a gazdag embereknek kedvez alapvetően. Az LMP ezzel szemben egy olyan adórendszert akar bevezetni, amiben mindenki, aki 1 millió forint alatt keres, az 36 ezer forinttal többet tud hazavinni, ugyanis mi azt gondoljuk, hogy aki kevesebbet keres, annak kevesebb adót kell fizetnie, aki többet keres, annak pedig több adót. Ebből a pénzből, ami az adórendszer ilyen átalakításával bejönne, lenne pénz arra, hogy rendes kórházakat, jó iskolákat csináljunk, és arra is lenne pénz, hogy végre olyan béreket kapjanak a magyar emberek, amelyel tisztességgel fel tudják nevelni a gyermekeiket. Az LMP politikusa szerint a szociális ellátás területén az egyik legnagyobb igazságtalanság a szeretteiket otthon ápolók állami támogatásának kirívóan alacsony értéke. Nagyon sok ember végez úgy munkát Magyarországon, hogy az nem számít be munkának. Például az otthonápolás egy nagyon fontos ilyen dolog, tehát amikor valaki mondjuk egy idős beteg rokonát ápolja, akkor 40-50 ezer forintos otthonápolási díjjal szúrja ki az állam a szemét, pedig ezért nem tud elhelyezkedni a munkaerőpiacon. A mi állításunk ezzel szemben az, hogy munkaviszonyként kell elismerni az otthonápolást, és 115 ezer forintra kell följebb vinni azt, hogyha valaki otthon a beteg szülőjét ápolja. Az LMP kormányra kerül esetén az első intézkedések között állítaná le a Paks 2 beruházást. Az LMP, ha kormányra kerül, már pedig kormányra fog kerülni 2018-ban, akkor fel fogja bontani azt a paksi szerződést, ami nagyon drága, több mint 4000 milliárd forintba kerül. Ráadásul ez a beruházás nagyon veszélyes, és Magyarországot nagyon közel sodorja a putyini diktatúrához, úgyhogy nekünk az az álláspontunk, hogy ezt fel kell bontani a lehető leghamarabb. Ráadásul erről ez nagyon-nagyon sok pénzt, ezt a pénzt úgy akarja elkölteni a kormány, hogy nem kérdezi meg a magyar embereket. Komlósi Csabát, a párt egri politikusát indítja a Lehet más a politika a Heves megye egyes választókerületében az április 8-i országgyűlési választáson. Komlósi az egri közgyűlés tagjaként úgy látja, a helyi ellenzéki erők, mintha már feladták volna a Fidesszel szemben a versenyt a parlamenti helyét. Úgy tűnik, hogy a többi pártok mintha feladták volna a várost, mintha eleve arra játszanak, hogy a Fidesz fog győzni. Ezt két mostanában történt eseménnyel tudom alátámasztani. Az egyik, hogy az MSZP-DK megállapodás szerint az MSZP nem indít jelöltet a városban, miközben a városban van ismert MSZP-s arc, parlamenti képviselő, ő nem indul el, csak listán, és átadták között a DK-nak, aki egy helyben, a közéletben teljesen ismeretlen hölgyet indít, tehát nem hiszem, hogy a szavazók tömegeit fogja magához vonzani ez a felállás. A másik dolog a napokban látott napvilágot, hogy a Jobbikban is komoly belső problémák vannak, fel lett osztatva a Jobbik helyi szervezete, majd újra lett szervezve, de például a helyi jobbikos önkormányzati képviselők már nem kerültek vissza ebbe az új egri alapszervezetbe. Tehát azt látjuk, hogy a belső dolgaikkal foglalkoznak, ahelyett, hogy a választásokra készülnek, és leamortizálják saját magukat, így nem lesznek kihívói a Fidesznek. Mi viszont felkészültünk a választásokra, van programunk, van bennünk elszántság és tetrekészség, tehát mi beleállunk a választásokba, és komolyan gondoljuk, hogy itt változás is lehetséges.